A most bemutatásra kerülő módszer programtervezők számára lesz igazán fontos. Nem csupán biológiai folyamatok modellezésére vagy szimulációjára alkalmas, nem igényel genetikai ismereteket, nem olyan bonyolult, mint ahogy hangzik. Üdv mindenkinek! Elérkezett a pillanat! Beszéljünk kicsit a genetikus algoritmusról! Kezdhetjük is azzal, hogy mire használható. Keresési, illetve optimalizálási feladatok esetén alkalmazunk ilyen eljárásokat. Adott egy meghatározott probléma, aminek kutatjuk egy optimális megoldását, ha egyáltalán létezik ilyen. A nehézséget az jelenti, hogy elképzelésünk sincs arról, milyen módon is állíthatnánk elő a főn állított megoldást. Egy lehetséges megoldás helyességét viszont képesek vagyunk megállapítani. Épp ideális módszer sok tipikus emberi lény számára. Nem kell ismernünk a megoldás módját, csak kritizálni kell tudnunk. Szóval a kérdés, mit tegyünk? Milyen algoritmus tudunk erre használni? Ha megfigyelünk egy ilyen algoritmus működés közben, a következőket tapasztalhatjuk. Az algoritmus fejlődik. Tudatos módon törekszik a keresett optimum felfedésére. Ennek érdekében pedig tanul, korábbi tapasztalataira támaszkodva. Ebből adódóan pedig azt is láthatjuk, hogy az eljárás emlékszik. Emlékszik, hogy milyen döntéseket hozott korábban, illetve mi volt jobb, mi volt rosszabb döntés. És most jön a csavar. Ezek közül egyik sem igaz. Csak úgy tűnik, mintha ezeket csinálná. Ezek közül egyik funkciót sem kell megvalósítanunk. A módszer egyfajta mellékhatása, hogy ilyesmit tapasztalunk. Hamarosan meglátjuk hogyan, egyelőre még pár szót ennek az alapjairól. Vannak az úgynevezett evolúciós algoritmusok. Jogosan merül fel a kérdés, hogy az meg mi? Ez nem egy konkrét algoritmust jelent, csupán egy általános módszer az ilyen jellegű problémák megoldásához, vagy a próbálkozáshoz legalábbis. Az elv mögött maga az evolúciós elmélet áll, amit Darwin bátyánktól ismerünk, aki megmutatta nekünk a természetes szelekción alapuló törzsfejlődést. A genetikus algoritmus pedig ezek családjába tartozó eljárástípus. Szóval kaptunk már válaszokat, de csak több lett a kérdés. Kezdve ezzel, hogy működhet ez? Talán egy könnyed kis példa segíthet abban, hogy rádöbbenjünk a dolog egyszerűségére. Fú, nem tudom, vegyünk egy fiktív élőlényt, legyen ez mondjuk a trópusi piros retyeke. Ez az állat növényevő, legtáplálóbb eledele pedig a zamatos sárga lipityom. A legenda szerint ezek a kezdetben alacsony termetű állatok megnövesztették nyakukat, hogy elérjék ezt a gyümölcsöt a fák ágain. Ahogy mondani szokás, ez a faj alkalmazkodott környezetéhez a jobb túlélés érdekében. Egy ilyen csodás anekdóta hallatán is a racionális ember azon kezd agyalni, ez meg hogy lehetséges. Hogyan kezd el egy faj tudatosan nyakat növeszteni? Van rá olyan érdekes magyarázat, ami nem csak iszonyatosan egyszerű, de ráadásul nélkülöz minden tudatosnak nevezhető megmozdulást az ügy érdekében. Alapját tehát a puszta véletlen képezi. Nézzük, mi is a természetes szelekció folyamata. Kezdetben az állat egyetlen minőségi eleségforrása a talaj volt, ahonnan a leullott, rothadó gyümölcsmaradványokat majszolva tengette monoton kis életét. Emellett unaloműzés és nem utolsó sorban faj fenntartás céljából szaporodott is, melynek eredményeként újabb generációk számára adott lehetőséget eme körforgás folytatásához. A születendő utód szerkezetileg alapvetően olyan, mint a szülő, csak bizonyos paramétereiben más. Mérete, mintázata, az arányok, a szín. Így lesz minden egyed egyedi. Olykor viszont kisebb-nagyobb akik következtében szembetűnő változásokat is észlelünk. Így lesz például némelyik retyetjének nagyobb farka, vagy az átlaghoz képest méretesebb füle. Olykor kék színű piros retyetje jön a világra, valakinek pedig hosszabb nyak adatik. Akinek lehetősége adódik rá, próbál előnyt kovácsolni rendellenességéből. Például a méretes farkú intenzívebben tudja hűteni magát farka pörgetésével, a kék retyetje jól tud a szilvafán elrejtőzni,
A nagyfülű példány jobban nagyot hal, míg a hosszabb nyakú eléri a gyümölcsfák tetejét és az ott lévő gyümölcsöt. Ezzel több élelemre tehet szert, friss és vitamindús gyümölcshöz jut, így vélhetően egészségesebb is lesz. A kevesebb lehulló gyümölcs miatt alacsonyabb társainak életminősége viszont tovább romlik, túlélési esélyük rohamosan csökken. A hosszú nyakú példány nagyobb valószínűséggel marad életben, nagyobb mértékben képes tovább örökíteni sikeresnek mondható géncsoportjait, így idővel a hosszabb nyak már tulajdonképpen alapértelmezetté válik. Aztán később keletkeznek még ennél is hosszabb nyakkal megáldott retyetyék, akik aztán a fák teljes lombozatát birtokba vehetik, és kialakul az ideális magasság. Persze az életképesség mértéke nem épp egyenesen arányos a testmérettel. Tegyük fel, hogy idővel kialakulnak ennél is jóval magasabb állatkák. Irdatlanul hosszú nyakkal. Ez már a másik véglet, amikor a fejnek jóval a fák fölé sikerül kerülnie. Ekkor az olyan kellemetlenségeken túl, hogy például a szív nehezen tud vért pumpálni az agyba, a táplálkozás is ismét nehézkessé válik, a hajolgatás súlyos gerinc problémákhoz vezet, ráadásul az orkánok kicsavarják szerencsétlen állat nyakát, vagy fejüket letépi egy utasszállító repülőgép. A lényeg, a nyakméret tehát nem tervezett, egyszerűen csak idővel bekövetkezett, kiderült, hogy sokkal jobb így, mint azelőtt, úgyhogy így is marad. Következzék hát a recept! Mi kell egy genetikus módszer megvalósításához? Első hozzávaló senki nem gondolná, a véletlen, ami a változatosságot biztosítja szimulált rendszerünkben. A következő a megmérettetés, melynek során valakik kiválasztásra kerülnek a további fejlődés érdekében. Nélkülözhetetlen tényező továbbá az idő, ami lényegében a rengeteg esemény bekövetkezését jelenti, és ez valóban több időt is jelent valamekkora léptékben. Ugyanolyan dolgok történnek újra és újra, iszonyatosan sok alkalommal. A befektetett alapanyagok eredménye pedig az a rátermettségérték, amit mi optimumként emlegetünk, az összes közül eddig legjobbnak vélt, ha nem a legeslegjobb, megoldás. Jöjjön akkor ezen hozzávalók feldolgozása, az evolúciós hullámvasút működésének általánosítása. A szakács maga az anyatermészet. Adott egy létfontosságú szereplő, az egyed. Ő egy adott faj, azaz ugyanolyan jellemzőkkel rendelkező entitások halmaza, értem ez alatt a fajt. Adott faj példánya, őt rendszerint több különböző tulajdonságtípus is jellemzi, példánál maradva mondjuk magasság, szín, szőrzet, stb. Célunk az egyeddel a túlélés, ez is a faj fenntartás érdekében. Ehhez a természetőt különböző megmérettetéseknek veti alá. Ez a kihívás maga az élet, és annak könnyebb, keményebb megpróbáltatásai. A kiképzés végeztével egyfajta kiértékelés, minősítés végezhető, melynek eredményeként megállapítható egy jóságmérték, ami azt írja le, mennyire jól bírta egyedünk a kiképzést. Ezen értékek alapján pedig kategorizálhatóvá válik. Az egyed borzasztóan ugyan, de bírta a gyűrődést, vagy van, aki rosszabbul teljesített, olykor előfordul, hogy valaki egész jól állta a sarat, megesik, hogy egy példány abszolút életképtelen, alkalmanként viszont kiválóan teljesítő egyedekkel is találkozhatunk. Ők azok, akiket a természet kutat, akiket célja létrehozni és reprodukálni, és ezáltal nekünk is. A siker érdekében pedig érdemes ezt a bizniszt nagyban űzni. Így nagyobb eséllyel közeledünk az optimum felé, több életképes egyeddel tudunk operálni, és segíti a genetikai diverzitást. Adott egy populáció, amit sok-sok egyed alkot, ők képezik az épp aktuális generációt. A populáció minden tagját átdaráljuk a tűzkerekségen, majd csekkoljuk jóságmértéküket. A szelekciós folyamat során kiválasztani próbáljuk a rátermett egyedeket, többek között, melyhez az egyedek rátermettségét vesszük alapul, eszerint rangsoroljuk és jelöljük ki őket szaporításhoz, illetve fejlesztéshez.
Ezt követően egy újabb generáció előállítása a cél, melynek során a kiválasztott egyedeket szaporítjuk tovább. Ebben a fázisban új egyedek kreálásán a sor, amit rekombinációs, valamint mutációs procedúrák eredményeként valósítunk meg. Ez pusztán csak egyetlen iterációs szegmens, ez a folyamat ismétlődik újra és újra, rengeteg alkalommal, és folytatódik mindaddig, amíg a keresett tökéletes katona világra nem jön. Akinek már kicsit elege van a fejlődés történeti áttekintésből, próbáljuk kicsit átültetni újonnan szerzett ismereteinket a programozás módszertanába. A megvalósítás legfontosabb elemei, amit mindenképpen implementálnunk kell valamilyen formában, az egyed, ami tulajdonképpen egy meghatározott struktúrájú, lehetséges megoldás a szóban forgó problémára. Ez lehet egy szám, egy koordináta, egy útvonal, vagy egy jóval összetettebb szerkezeti objektum. Következő a rátermettség számításának módja, ahogy nevezni szoktuk, fitness függvény. Ez egy olyan metódus, ami adott egyed attribútumai alapján kiszámolja annak jósági értékét. Az általa produkált eredmény, tehát praktikusan egy szám, az már részletkérdés, hogy a kisebb a jobb, vagy éppen most a nagyobb a jobb. Fontos továbbá a mutációs és rekombinációs eljárások működésének meghatározása. Miként produkálunk elváltozásokat egy kiválasztott egyeden, illetve milyen módon valósulhat meg a keresztezésük. Ezek az algoritmus probléma specifikus részei, amik különböző feladatok esetén teljesen eltérőek. Most pedig tekintsük meg nagy vonalakban az általános működési elvet. Adott kiinduláskor egy kezdeti populáció. A tagjainak az értékei lehetnek mondjuk véletlenszerűen beállítottak, vagy esetleg meghatároztunk egy létrehozási metódust is, ami csanszos, hogy szintén használ valamilyen véletlen faktor. A populáció tagjain kiértékelést végzünk, majd rangsorolhatjuk is őket a fitness értékük alapján. Amennyiben még a legrátermettebb egyedünk sem járt túl nagy sikerrel, ami kezdetben elég valószínű, következik a szelekciós fázis, ahol kiválogatjuk a szaporításra szánt egyedeket, zömüket a legjobbak közül. Ezt követi az új generáció elkészítésének fázisa mutációk és rekombinációk útján. Majd a folyamat ismét kiértékeléssel zajlik tovább. Ez a ciklus addig ismétlődik, amíg elő nem áll a keresett egyed, az optimum, vagy esetleg túl sok próbálkozást követően véget vetünk a kísérletezésnek. De legyünk optimisták, az optimumig keresünk, és meg lesz a keresett egyed. Implementálni ugyan nem szükséges minden alkalommal, de paraméterezni érdemes a következőket. Első a számosság, azaz hány egyed alkotja a populációt, mennyien kerülnek kiválasztásra. Az új generáció előállításakor a mutációk és rekombinációk mennyisége, illetve arányuk, a kiválasztás elve, milyen módszer alapján választunk ki egyedeket, illetve milyen arányban a legjobbak és esetleg a legrosszabbak közül, vagy hát rosszabbak közül. Továbbá fontos még a lezárás lehetőségeinek meghatározása, pontosabban a leárási feltétel, azon túl, hogy megtaláltuk a legjobbat. Mondjuk azt mondom, hogy ennek alkalom után álljon le, akárhogy is állunk jóság szempontjából. Szóval ezek az általános működést befolyásoló, mondjuk úgy konfigurációs értékek lehetnek. Szóval ez általános rész, de azért valamilyen módon be kell állítanunk, hogy most éppen melyik esetében milyen módszert alkalmazunk a definiáltak közül. És akkor pár szót arról, hogy mit csinál a fitness. Mondtam az elején, hogy ez egy ideális meló, mert nem kell tudnunk a megoldás módját, csupán kritizálni kell tudnunk. Azért viszont ez sem mindegy, miként tesszük, annyi válaszsal, hogy jó és nem jó. A genetikus algoritmus nem sokra megy, ennél exaktabb visszajelzést kell adnunk. Itt pedig nem arról van szó, hogy mondjuk meg mi miatt hibás, hanem hogy a hiba, illetve a megfelelés mértékét kell tudnunk számszerűsíteni. Ezt ráadásul úgy kell megtennünk, hogy bármely két egyet között el lehessen dönteni, hogy ki a jobb, és a jobbat vélhetően kevesebb generációs lépés választja el az optimumtól. Persze létezhet két ugyanolyan fitnesses, ám eltérő tulajdonságértékekkel rendelkező egyed is, ott mindkettő ugyanolyan jó, csak más az erősségük. Könnyen megeshet, hogy ezek keresztezése egy még erősebb megoldást eredményez.
Nem tudhatjuk. Ideje beldobnunk egy iszonyat egyszerű, szinte már infantilis példát. Feladatunk egy egyszerű érték felkutatása. Hogy ez most mi, azzal nem kell nagyon foglalkoznunk. Ez lehet például az ideális magasság egyfajt illetően, de tekinthetünk erre úgy is, mint egy klasszikus gondoltam egy számra játék, ahol az algoritmus feladata megtalálni ezt az értéket. Az egyedünk most szerkezetileg csak egyetlen egy darab X szám. Ennyi határozza meg az egyedet. Tehát a populáció minden tagja egy egyszerű kis egész szám lesz. A fitness függvény a következő módon számol rátermettségi értéket 6-X abszolút értékben. Tulajdonképpen az egyed X értékenek távolsága a 6-os számtól. Ez most egy kicsit csalás abból a szempontból, hogy mi előre tudjuk, a 6-os érték lesz a nyerő, de a lényeg, hogy az algoritmus ezt nem tudja, neki ezen fitness értékek alapján kell majd rátalálnia erre a számra. Szóval most jelen esetben minél kisebb a jóság érték, annál rátermettebb az alany. Így azt az egyedet keressük, akinél a fitness nulla. Na de hogyan tudja az algoritmus ezt megtalálni? Korábban ismertetett módszert alkalmazva. Annyi apró kiegészítést kell meghatároznunk, hogy miként jöhetnek létre újabb egyedek a régiekből. Kezdjük a mutációval. Nem bonyolítottunk túl semmit, pusztán annyit képes mutálódni az egyed, hogy értéke vagy megnő, vagy csökken egyel. A másik ugye a keresztezés. Hát legyen ez most egy egyszerű átlag a két keresztezett egyed értékéből. Az egyszerűség kedvéért ennek egész része, hogy ne kapjunk tört számokat. Megalkottuk akkor az alapjait ennek az algoritmusnak, megalkottuk a probléma specifikus részeit, lássuk őt működés közben, hogy most ezekre alapozva lássuk élesben a működést a forgatókönyv alapján. Ez egy mocskos egyszerű példa, de arra jó lesz, hogy bemutassuk ezt a folyamatot. Íme a kezdeti populáció 5 taggal, az egyedek pedig, hát ahogy említettem, szimpla számok 17, 13, 3, 15 és 11. Kezdjük rögtön azzal, hogy megmérjük egyedeink rátermettségét, így rendre a 11, 7, 3, 9 és 5 értékeket kapjuk. Azt már is láthatjuk, hogy a 17-es egyed a legrosszabb, 11-es fitnesszel. Jóságuk szerint rendezzük őket növekvő sorrendben, mivel most a kisebb fitness a jobb, és a nullásat kutatjuk. Mekkora a legjobb fitness? 3. Akkor még nem végeztünk. Legyen ez egy agresszíven elitista szelekció. Csak a két legjobb egyedet örökítjük tovább. Ez persze összetettebb problémáknál valószínűleg nem a legjobb választás. Ezekből képezzük a következő generáció egyedeit. Először mondjuk a 3-asból áll elő két új egyed mutáció során, ahol ugye egyel csökken, és most akkor egyel nő is az érték. Ugyanez igaz a másodikra, a 11-esre is. Majd végül az ötödik elemet a két egyed keresztezésével alkotjuk, ami most hát egy szimpla átlagolás. Jó, kész a második generáció egyedei. 4, 2, 12, 10 és 7. Innentől a folyamat ismétlődik. A fitness értékek rendre 2, 4, 6, 4 és a 7-es egyedhez az 1-es rátermettség tartozik. Haladunk, rendezzük őket. Bár a legjobb egyed 1-es fitnesszel bír, ez még mindig nem pont az, amire vágyunk. Ismét a két legjobb marad, a 7-es és a 4-es. Aztán tovább készül az újabb generáció. A 7-es mutációival előáll a 8 és a 6, a 4-esből pedig az 5-ös és a 3-as számokat képezzük. Majd keresztezésük az 5-ös egyedet eredményezi. Ez a populációban kétszer is szerepel, most ezt hagyjuk figyelmen kívül. Ez a harmadik generáció. Bízunk benne, hogy már nagyon közel járunk a célhoz. Számoljunk fitnesst. A kapott értékek 2, 0, 1, 3, 1. És most jön majd a tuti. Helyezzük őket sorba, majd azért vessünk egy pillantást a legjobbra, akinek fitness értéke. Hoppá! 0! Megtaláltuk! Tehát a keresett optimum értéke 6.
Pár szót a szelekció módjáról, mivel ezzel is többféleképpen el lehet játszadozni. A kérdés, miként jelöljünk ki egyedeket a következő generáció kiképzéséhez? Az biztos, hogy a fitness értékek meghatározó szerepet játszanak ebben. Ahogy az előbb is tettük, eljárhatunk abszolút elitista módon, amikor is a populáció kizárólag első adott darabszámú legrátermettebb tagját ragadjuk meg. Tudtuk, hogy így mindenképpen konvergálunk majd az optimumhoz. Gondolkodhatunk rátermettség arányosan, ekkor hagyunk némi esélyt a rosszabban teljesítő nép számára is. Érdemes ezt megfontolni, mert egy bonyolultabb probléma esetén az elitista szelekció alkalmazásával könnyen beragadhatunk egy olyan rátermetnek vélt egyednél, aki nem képes további fejlődést produkálni. Kérdéses továbbá, hogy mi lesz a kiválasztott egyedek sorsa. Kijelöljük őket szaporításra, és csak az újak kerülnek az új generációba, kiirtva az őseiket? Vagy megőrizzük a populáció jelenlegi legjobb tagjait is? És ha miattuk ragad be a rendszer? Mondjuk erre nyújthat megoldást az öregbítés, amikor megőrizzük a régebbi egyedeket, de adott számú generációt követ amennyiben nincs szignifikáns előrelépés, kiiktatjuk őket. Szóval számos kérdés és lehetőség adódik számunkra ebben a szekcióban. Hogy miként érdemes eljárni, azt meghatározza a rátermettség számításának módszere, illetve a mutációk és keresztezések működése. Egyébként ezek ütemezése is fontos. Mennyi mutáció, mennyi keresztezés, kiket keresztezünk, stb. Van azért mi nagyalni. Talán egy rövidebb példával könnyen szemléltethető, hogy ez mind miért nem mindegy, és miért állnak ennyire szoros kapcsolatban egymással. Tegyük fel, hogy számsorozatot akarunk sorba rendezni genetikus algoritmussal, mert nem vagyunk beszámítható állapotban. A populáció egy egyede egy számsor. A rendezendő számok egy lehetséges sorrendjében. A fitness számítás nem túl összetett, minden szomszédos értéknél megnézzük, teljesül-e az, hogy a rákövetkező nagyobb az előzőnél, most egyenlőségről ne beszéljünk. Amennyinél teljesül, annyi lesz a rátermettség mértéke. A legjobb tehát N-1, esetünkben a példában 5 elemnél 4. Amit most látunk, kettes értékkel bír. Az egyszerűség kedvéért itt most csak mutációról beszélünk, ami szimplán csak felcserél két random számot a sorozatban. Lássuk be, bármilyen állapotból előállítható a rendezett sorozat cserékkel, csak az nem mindegy, mennyi cserére van szükség. A fitness számítás elsőre jónak tűnik, illetve a mutációs metódus is megfelelő. Elvileg célba kell jutnunk vele belátható időn belül, de tekintsük meg a következő példát. 5, 9, 16, 41, 23. Ez így 3-as fitness értékelést kap, tehát majdnem tökéletes. És valóban egy cserével elő is állhat a rendezett sorozat. Közben csekkoljunk le egy másikat is. 41, 5, 9, 16, 23. Mit veszünk észre? Ez is 3-as értékű, az előbb meghatározott fitnessünk szerint, hiszen itt ugyanolyan rátermett egyedről van szó. Pedig itt azért kb. 4 cserére is szükség lenne az optimumhoz. Ha véletlenül egy ilyen kerül a populációnkba, az elitista rendszerünk könnyedén az élén hagyja őt az örökké valóságig. Abban bízva, hogy majd a következő mutációt követően eléri a kívánt célt. Most akkor vajon kit kellsek berúgni emiatt a hiba miatt? Ki a hunyó ebben a sztoriban? A helyzet az, hogy 3 résztvevő is tagja a bűnszövetkezetnek. Kezdjük a fitness függvénnyel. Igaznak kell lennie, hogy a rátermettebb közelebb van az optimumhoz, tehát kevesebb lépésből elérheti azt. Itt viszont ez nem volt teljesen igaz. Érdemes lenne beiktatni mondjuk az első és utolsó elem összehasonlítását is, a közbűsökkel nincsen baj, és megnéznénk, hogy megfelelő-e a viszony. És hogyha azt tapasztaljuk, hogy nem, akkor nagyon lehúznánk a rátermettséget. Ez már megdobná a fitness számítást. De ott van a szelekciós eljárás is. Ha nem vagyunk röghöz kötötten elitisták, beengedünk kevésbé rátermett példányokat is az új világba, vagy alkalmazunk öregbítést, akkor az ilyen beragadt elemeket kiiktathatjuk a rendszerből.
Aztán, hát a mutációs műveletese az igazi. Csak csere történik, ami úgy tűnik olykor kevés. Ha mondjuk megtoldjuk egy olyan lehetőséggel is, hogy olykor a mutálódás a teljes számsor eltolását okozza, már is kevesebb lépés választja el az ilyen egyedeket az optimumtól. Valószínűleg már az egyik módosítása megoldaná a problémát, de így most már látjuk, hogy azért nem mindegy egyik sem. Még pár szó a kérdéses problémáról. Mikor jutunk arra az elhatározásra, hogy genetikus algoritmus készítünk? Hát nem akkor, amikor számokat kell rendezni nyilván. Amikor az egyedek problémán tekintetében ezek a lehetséges megoldások példányát jelentik. Szóval az egyedek túl összetett szerkezetűek, nem pusztán egy-két számból állnak. Túl sok változóval van dolgunk, minden mindennel összefügg, a viszonyok nem feltétlenül egyértelműek, a variációk száma pedig irdatlanul sok. Ráadásul ki tudja, egy jó irányba történő elmozdulás még nem biztos, hogy az egész rendszert a jobb fitness felé viszi. Sokszor erre sem alapozhatunk. Ezzel már mint a genetikus algoritmussal próbálkozhatunk, amikor nem lehet a feladatot részproblémákra felosztani, nem tudunk mohó elven lokális optimumokat célba venni. Egyszerűen a kétségbeesett találgatás, illetve hát irányított próbálkozás segíthet meglelni a választ. És ha már szóba kerültek az egyedek, és ha már genetikus algoritmus a téma, miként is lehet jelen az egyed, miként írhatók le és kezelhetők annak tulajdonságai a rendszerben? Lehet, hogy hülyen hangzik a kérdés, de majd mindjárt meglátjuk. Az egyik kapcsolódó fogalom a fenotípus. He? Ezt tekintsük úgy, mint az egyed, gondoljunk akár egy állatra, makroszkópikus megtestesülése. A számunkra érzékelhető és érthető releváns tulajdonságai val, mint a mérete, színe, szaga, stb. Ez a megoldásunknak, az objektumnak az alapvető szerkezete, változókkal, értékekkel és így tovább. A genetikus algoritmus olykor genotípus használ az egyedek rekombinációjához, mutációjához. A genetípus az egyed alacsonyabb szintű leírása, genetikai kódja, amit mi már nem igazán tudunk értelmezni. Ez az objektumok szövegé alakításával áll elő és karaktereket tartalmaz. Elképzelhetjük ezt egy bináris kódnak is. A mutáció során random egyesek és nullák szenvednek el változást, keresztezés következtében pedig két ugyanazon a helyen elmetszett génszekvencia illeszkedik egymáshoz. Ezáltal a művelet kevésbé nevezhető általunk irányítottnak, sokkal nagyobb baromságok is megtörténhetnek, és valódi szönszülöttek jöhetnek a világra, viszont jóval kreatívabb is. Olyan megoldások is születhetnek, amire korlátozott agyunk nem is gondolt. Már csak egy dolog maradt hátra, a leállási feltétel. Mikor ér véget az ismétlődő generációgyártó folyamat? Hát ugye azonnal vége, ha megvan a legjobb egyed. Amennyiben ez egyáltalán megállapítható, hogy ki a legjobb és hogy mi a tökéletes érték. Ellőhetjük a startpisztolyt úgy, hogy előre tudatjuk, X darab generáció legyártására szerződtünk, ha ezt elértük, a folyamat leáll, és aki a legjobbra sikerült, az lett a legjobb. Vagy egy célszerű megoldás, hagyjuk a rendszert érvényesülni, nem kötünk ki különösebb határidőt, hadd cseperedjenek az egyedek, viszont ha azt tapasztaljuk, hogy a fitness érték már hosszabb ideje nem javul jelentős mértékben, akkor a folyamat fejeződjön be. Ezek a leállás tipikus kritériumai, a befejezés lehetőségei. És nekünk most teljesül is a leállási feltételünk, a végére értünk az előadásnak, később érkezik egy második rész is, és kimondottan gyakorlati példákkal, ott már ezeknél valamivel összetettebb, de ugyanúgy egyszerű objektumok problémáira alkalmazzuk ezt a módszert, olyanoknál, amiknél nem igazán lenne indokolt, de így lesz rövid és könnyen emészthető. Először megnézzük, miként igazít középre egy téglalapot az igyekvő genetikus algoritmus, majd egy egyenletrendszer megoldását követeljük tőle, végül pedig útvonal keresésnek vetjük őt alá. Tarts velem ott is!